A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Kedves nézőink, talán már látták azt a Gáspár Sándorral készült beszélgetést, ahol elkezdtük azt a beszélgetés sorozatot, melynek értelmében ugyebár a Deszkavízió kulturális lap évvégi díjkosztóján, ahogy a Fehérvár magazinban is megfogalmaztam, taroltak a székesfehérváriak. Én azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus év volt mindenképpen. A legjobb női mellékszereplő díját Miss Tibdél megformálásáért Kis Diana Magdolna kapta. Szervusz! Gratulálok ezúton is! Köszönöm szépen! Köszönöm! Köszönöm szépen. No, ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat. Hadd idézem Szabó Dánielt, a lap újságíróját, aki mindig remekül fogalmazza meg az alapvetéseket. Ő úgy fogalmazott, hogy Kis Diana Magdolna olyas valakit játszik, akit nem vesz észre senki, mégis észre tudta magát vetetni a közönséggel, és ez mindent elmond. Én azt hiszem, hogy ez így teli találat. Erről is fogunk beszélgetni, viszont azért nagyon-nagyon fontos a pályát felépítése. Erről már szó esett, de azért néhány újdonsággal, hiszen azt tudjuk, hogy 10 évet voltál független színházi alkotó munkában, és utána jöttél Fehérvárra, de ami ennél még fontosabb, a szőlészbolász képzés. Mert hogy erről aztán nagyon kevesen tudnak. Beszéljünk egy kicsit Keszthelyről, hiszen az indítatásod megvan, hiszen a vértes... Kethely. Kethely, mert majdnem Keszthelyt mondtam, a édesanyád szülei, és ott azért belekóstolhattál a hétköznapokba, abba a munkába, ami általában a ház körül végzendő egy faluban. Ez abszolút így van. Kisgyerekkorunktól kezdve az összes nyár vértes Keszthelyen telt, a testvéremmel és két unokatestvéremmel, akik egyébként a mai napig vértes Keszthelyen élnek. Úgyhogy igen, a szőlőben, hátul a kertben, a nagyszüleimmel, szüleimmel, keresztszüleimmel és az unokatestvéreimmel bizony kellett munkákat végezni, állatokat etetni, ganézni. Tehát, hogy persze mindent meg kellett csinálni. És ugye hát jártunk a szőlőbe a nagyapámmal, nagyanyámmal, kötöztünk, tetejeztünk, hurultunk. És most visszatértél. Honnét jött a gondolat? A gondolat onnét jött, nekem ez már nagyon régóta a szívembe volt, hogy kellene valamit kezdenem a föld és a természet szeretetemmel, és az a szőlőnk, ami ott van Vérteskethelyen, az már nagyon előregedett. Úgyhogy egy új telepítést csinált édesapám 1 évvel ezelőtt októberben, és most már idén valószínűleg le tudjuk szüretelni az első szőlőnket, ami cserszegi fűszeres lesz, de még bort ugye az első születelésből nem szokás készíteni, úgyhogy csak megnézzük, hogy milyen lesz a termés. Én úgy édesapám is pont éppen most oda igyekezett, úgyhogy én is meg fogom majd látogatni azt a kis szőlészetet, ami növekszik és szépül egyre jobban, és nődögél. Tökéletes történés lesz, nincs kétségem felőle, mint ami valamennyi az elmúlt évadban, hiszen a 23-as, 24-es évad, plusz amit áthoztatok 22-ből, a Covid után én azt hiszem megerősítést nyújtott valamennyi fehérvári színház rajongónak, hogy olyan darabok kerültek színre, amelyek teljes egészében kielégítették a színházbarátokat. Nincs kétségem felőle. Egy kicsit szaladjunk végig ezeken a darabokon, hiszen fantasztikus szerepeket játszottál szokás szerint, mondom én. Ugye a Kartonpapa visszatért, és az egy fontos pillanat legalábbis nekünk, akik műsort is készítettünk belőle értelemszerűen, hiszen egy különleges történetről van szó. Igen, és nem mondom, hogy könnyű feladat volt felújítani azt a darabot, hiszen elég sok idő után vettük elő újra, és beszélgettük mind az öten, ugye Ladányi Júlia váltotta Pálya Pomponiát a szerepben,
és bizony Tóth Ildivel, Egyed Attilával és Kovács Tomival beszélgettünk, hogy azért nehéz újra felvenni a kartonpapának a fonalát érzelmileg. A szöveg bennünk volt, tehát az szerintem életem utolsó pillanatáig nem fog eltűnni a fejemből. Annyiszor játszottuk, és annyira a miénk, és annyira való nekünk, és annyira szerettük, hogy az soha nem fogjuk elfelejteni, viszont iszonyatos érzelmi munka volt, és lehet, hogy csak másfél órás a darab, de az olyan intenzív, hogy utána azonnal ki tudnánk dőlni, hogy na jó, akkor már ennyi elég volt, köszönjük. És ez vonatkozik a Mikvére is. Én azt hiszem, hogy Tindi szerepében meg kellett mutatnod mindazt a mélységet, mert ugye ez is egy olyan történet, ami meglehetősen rendhagyó. Igen, nagyon rendhagyó, mind a mondani valójában, mind az, hogy egy másfajta vallást mutat be, mint amit az emberek nem látnak bele nagyon sokan a zsidó vallásba, hogy ott milyen szabályok vannak, hogy ott a nőkre mik vonatkoznak, a férfiakra milyen szabályok vonatkoznak, illetve azt, hogy egy ilyen női közegben azért mindazt azt a rengeteg szokás és hagyományt, azt azért ott a nők ugyanúgy pletykálnak, mint ahogy annak lennie kell, hogy elpletykálják egymásnak a dolgokat, de a legnagyobb titkaikat azért ott sem mondják el, de aztán ugyan a végén minden kiderül. Sajnos ezt az előadást már nem fogjuk többet játszani. Igen. Nagy fájdalmunkra, mert nagyon-nagyon szerettük, és volt még benne lehetőség, mert szerintem nagyon sok embernek kellett volna még látnia ezt az előadást. Így van, tehát a mélységeket azért észre kellett venni. Én igen. Ott volt alkalmam beszélgetni a nézőkkel, ők ugyanezt gondolják. Tió Töröcske, szakásnő, de az játék. Az játék. Az maga a játék, a boldogság, az elementáris humor, és a legfontosabb benne az, hogy nagyon szeretik a gyerekek, de ami még jobb, a felnőttek is. És édesapám kérdezte tőlem, és anyukám is, hogy mikor lesz még, mert ők jönni szeretnének, mert hogy ez nekik nagyon tetszett. Mondom, az egy gyerek előadás, nem, az egy felnőtt előadás is. Igen. Úgyhogy igen, én várom a következő karácsonyi időszakot, hogy elővegyük azt az előadást újra, és játsszuk, vagy esetleg elvigyük máshová, mert abszolút egy mobilizálható előadás. És jött a fém csupa nagybetűvel, azt hiszem, hogy az teljes egészében a tiéd. A tiétek. A mi? Mindenestől. Igen, a szívünk, lelkünk, hangunk benne van. És pont tegnap találkoztam Denk Viktóriával, aki ugye Greta Bell szerepét játsza, és pont emlegettük, hogy hiányzik nekünk az előadás, az energiáival, a jó kedvével. Mondjuk hál' Istennek mi nem izzadtunk annyit, mint a fiatalok, de az egész hangulatával, hogy az egy nagyon nagy összekovácsoló erő volt ez a fém. Mindenképpen. Igen. Én azt hiszem, hogy nem csak azért, mert egy világhírű darabról van szó, de a magyar változat a magyar szövegekkel egy egészen kivételes történet. Maga a történet is megkapó, de egyébként én azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor lefordítanak különböző, akkor a magyar nyelv csodája azért előkerül mindig. Igen, nagyon, nagyon jó versek születtek, nagyon jó dalszövegek. Sajnos ez nem mindegyik musical fordításra igaz. Itt pedig nagyon-nagyon, szinte költett, egy költészet volt. Egyik-másik dal, és közben vicces is, és jól énekelhető, ami nagyon-nagyon fontos, mert sokszor van olyan bizony, hogy meg kell küzdeni azért, hogy ami angolul esetleg nagyon jól passzol az ember szájára és a hangjára, az magyarul már nem biztos, hogy annyira jól fog hangzani, és nem tudja az ember úgy pozícionálni a hangját, de itt nagyon jó dolgunk volt. Nem hát ebben lubickolhattál, mint ahogy a padlásban is. Hát a padlás az megint nagyon-nagyon jó, hogy a kortárs történetek előkerülnek, kicsit játékosan, meseszerűen, de nagyon is komoly üzenetet hordozva. Igen, a padlást én azt átvettem Törőcsik Franciskától. Már elég sokat játszottam belőle én is, és játszanék még belőle, akár minden nap, mert megunhatatlan, és megunhatatlan az is, ahogy a nézők reagálnak, és bizony látok arcokat, akik ötödjére, tizedjére, huszadjára jönnek el, és nézik meg a padlást, mert örök, és tényleg egy olyan szeretetet hordoz magába ezek a dalok, az egész történet, hogy
Hát én még most is szoktam sírni a színpadon, úgyhogy én nagyon, nekem nagyon a szívem közepe a padlás. Na, akkor repüljünk egy kicsit. Boeing. Igen. Tehát a három stewardess egyike vagy te magad. Ez is egy különleges. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a műsorpolitikában olyan darabok is szerepeljenek, ami mindenkit vonz. Kellően játékos, de megvannak a mélységei is. Igen. A Boeingben az a jó, hogy már annyira magunké ez az előadás, hogy olyan dolgokat is meg tudunk benne engedni magunknak, amikkel meg tudjuk lepni a többieket a színpadon. Már annyiszor eljátszottuk, annyira kis újunkban van, hogy megengedjük magunknak a belső poénokat és a belső pici játékokat, amit a néző esetleg, ha először látja az előadást, vagy másodszor, nem is vesz észre, mert ez csak egymásnak szól a színpadon a kollégákkal. És ezt én nagyon, nagyon szeretem. A mélységei pedig számomra abban nyilvánulnak meg, hogy nem lehet hibázni. Ugyanúgy, ahogy ugye a Nem most drágámba se lehet hibázni, az ilyen típusú darabokba, amik ritmusra épülnek, hogyha kiesel a ritmusból, akkor az előadás szétesik. És igen, már is elveszti a néző azt a hullámot, amire felült. És akkor itt van nekünk a csoda, a Mágnás Miska csodája. Én azt gondolom, hogy nincs olyan magyar színházbarát, aki valamilyen formában ne látta volna. Én például most a filmes részt láttam, 1000 éves, igen, de mindig rácsodálkozom, én magam is, és mindig tudtok valami újat hozni. Te is tudtál róla szerepében. Rollát én teljesen másképp képzeltem el, mint ahogy ez a nagykönyvben meg van írva. Szerintem ő ezért egyen lazább. Nyilván ő egy gróf kisasszony, és oké, már 2024 van, tehát azért kellett ebbe egy frissítés, nem csak a díszlettel kapcsolatban, nem csak a ruházattal kapcsolatban, de mégis bele van csempészve azért egy kis régi tradíció a ruhákba, például a kórus ruháiba, vagy a táncosok ruháiba. De róla nekem álomszerepem volt, vágyam volt, Marcsa is a vágyam a mai napig, úgyhogy még mielőtt egyszer megöregszem, azt szeretném eljátszani, Marcsa szerepét is. Viszont rólába meg tudtam magamnak engedni ezt a kicsit gőgös, kicsit úrilány vagyok, de azért a helyén van a szívem, és azért látok, és nem vakultam bele abba, hogy gazdagok vagyunk, és bármit megkaphatok pénzért. Egyet értek. Ugyanakkor az egyik legnagyobb kihívás nem lehet kétséges, én azt hiszem a Vojcek. Annál is inkább, mert ott rá kellett, hogy csodálkoznunk, és helyek közzel nem volt olyan kollégám, akik a főpróbát néztük és vettük, akik ne tartottak volna attól, hogy valami történik, ami nem a színházba való, hiszen Horváth Csaba rendezésében hozzászoktunk a fizikai színház különböző akcióihoz, de ez egészen különleges volt. Maga a darab is különleges nyilvánvaló, de ez a kettősség, a fizikai színház ilyenszerű megjelenítése, és ráadásul ugye énekelni kell, játszani kell, minden mozdulatnak különleges szerepe van, azt hiszem, hogy ez, ahogy kezdtem, nagy kihívás volt. Nagyon nagy kihívás volt. Ráadásul azért, mert én az olvasópróbán tudtam meg, hogy én fogom játszani Mári szerepét. Eredetileg nem azt a szerepet játszottam volna. Úgyhogy nekem ott ez egy ilyen, wow, akkor most fel kell kötnöm a nadrágomat. És fel is kellett kötni, és nagyon fárasztó próba folyamat volt, mind fizikálisan, mind lelkileg, mert ugye ezek töredék jelenetecskék, töredékes az egész darab. És azzal, hogy a Csaba színpadra állította ezeket a töredékeket, ezeket így igazából kisimította, és egy kerek egészet hozott belőle létre a létrákkal együtt. A létrákkal együtt. Igen. A létrákkal együtt, amik igen, veszélyesek, és én is nagyon félek tőlük a mai napig. Minden előadáson én is rettegve indulok el, hogy csak ma ne történjen valami, és nagyon vigyázunk egymásra, és nagyon figyelünk arra, hogy melyik mozdulat után mi történik, de bármikor megtörténhet bármi szerencsétlenség, de ott vagyunk egymásnak, és elkapjuk, ha valaki leesik, vagy esetleg odaszorul a keze, de nem volt. Próbán volt rá alkalom, de előadás közben még soha nem történt semmi baj. És akkor jött a királybeszéde. Én azt hiszem, miért
ez egy csoda volt. Háromszor láttam teljes egészében, és annál is inkább fontos volt, mert ugye én azt tartom, hogy kicsit másról is esik szó, Kovács Tamásnak ez egy szintlépés volt mindenképpen, Ladányi Júlcsinak nem különben. És ti pedig Gáspár Sándorral párban, az valami csoda volt. Én azt hiszem, hogy nyilván ebből volt már film, szintén aki belenézett, az láthatta. Egészen más szempontból közelítette meg ez a darab, mint ahogy a filmben láttuk. Nyilván más volt a rendezői elképzelés is, viszont megerősítette bennünk színházbarátokban, hogy ilyen értelemben nagyon jó úton jár, tehát itt a felsoroltak okán is a színház. A Királybeszéde ugye a film volt ugye később, mint a színdarab, és nagyon sokan szerintem úgy ülnek be, hogy na, akkor nézzük meg, hogy színházban milyen ez a film. És én azt kell, hogy mondjam, hogy színházban jobb a Királybeszéde, mint a filmben. Igen. És nem azért, mert a film az egy másfajta dimenzió, ott egy csomó dolgot meg lehet csinálni, amit a színházban nem lehet megcsinálni. Itt viszont azzal, hogy élőben látjuk ezeket az embereket, ezeket a karaktereket, ugyanilyen pici sketches jelenetekben, mint ami egyébként a film is, csak itt muszáj összefűzni valahogy, ezért a forgót használtuk, hogy gördülékenyé tegyük, és hogy a helyszínváltások meglegyenek. És az, hogy én Sanyival játszhattam házaspárt, és egy párost, nekem ez volt az első ilyen alkalom, és én tartottam is picit a Sanyitól, hogy nehogy azt gondolja, hogy húha, a Diával kell egy párba lennem, hú, hát azért ő még fiatalabb, és már én sem vagyok kezdőszínész, hiszen pont tegnap előtt döbbentünk rá, mert osztálytalálkozón volt, hogy 17 éve diplomáztunk. Úgyhogy én tartottam Sanyitól, hogy béna leszek előtte, nem fog tetszeni a játékom, hogy fogunk összeilleni, de összeillettünk, és nagyon jól dolgoztunk együtt, és nagyon kedvelem Sanyit, nagyon jó partner. No, és akkor megérkeztünk, mert azt mondom, hogy ez a Chapman Cooney vígjáték nem kímélte a rekeszizmokat, viszont ahogy Telihai Péter is fogalmazott, ehhez olyan odafigyelés kell, ami egészen különleges. Itt aztán végképp nem lehet hibázni, mert akkor vége a történetnek. Akkor nincs nevetés, akkor csak rácsodálkozás van, hogy most mi történik. És hát ez a szerelmi sokszögben fantasztikus volt a szereped. Látszólag kis szerep, ugyanakkor egy olyan alapvetéseket mutattál meg mindenkinek ott, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos. Mit gondoltál, amikor megkaptad az értesítést? Mert a Deszkavízióról nagyon is tudjuk, hogy egy nagyon komoly kulturális szaklap. Ez úgy történt, hogy felébredtem reggel, és van egy belső csoportunk, egy messenger csoportunk a fiatalabb kollégákkal, és jöttek, hogy gratulálok, ez az dia, jól van Magdi, gratulálok. Na, mihez? Nem értettem, mondom, köszönöm. És a férjem a másik szobában volt, és átjött, és mondta, hogy na, gratulálok neked a díjért. Mondom, de milyen díjért? És mondta, hogy a Deszkavízión te lettél a legjobb mellékszereplő, nem most drágám, mondom, ja, hát én ezt nem is tudtam, és akkor felcsaptam a telefont, és akkor néztem, hogy ja, tényleg, úgyhogy nagyon boldog voltam, és nem is vártam egyáltalán, és nagyon-nagyon jól esett, mert mellékszereplőnek lenni ugyanolyan fontos egy előadásban, mint főszereplőnek. És lubickoltatok benne, tehát ami igen, nekem igazán tetszett, tehát ez egy csodacsapat volt, mindenki, tehát ugye már mondtuk, hogy kikaptak rajtad kívül díjat, de nekem Egyed Attila, Ladányi Úcsi, mindenki nagyszerű volt ebben a darabban. Igen. Kis Lénárdot idézem, drága kislányom, szívből gratulálok az elismeréshez. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pillanat. Igen, és apukámnak különösen, anyukámnak is, de apukámnak, amikor én elismerést kapok, vagy bármit, akkor ő nagyon-nagyon büszke. Egyébként még személyesen nem gratulált, de tudom, hogy belül nagyon-nagyon boldog. Ő nemrégen érkezett meg amúgy a Facebook világába, úgyhogy most túlteng, és mindenhova kommentel, de nagyon-nagyon-nagyon jól esik, hogy a szüleim egyébként itt laknak velem egy városba, és bármikor meg tudnak nézni engem, bármikor tudok velük találkozni, és bármikor
egyszerűen érintkezni tudok velük, mert nekem nagyon fontos a családom. Igen, hát a mindennapok lehetnek ünnepek is, igen, és ahogy, így is kell lenni. Igen, ahogy most is ő hozott el ide engem. Egyébként milyen volt a próba folyamat? Nagyon, én azt gondoltam, hogy nagyon rövid az időnk. Nekem nagyon hosszúnak tűnt, mivel a szerepemből adódóan nekem minden próbán az elejétől a végéig ott kellett lennem. Hiszen én bemegyek a színpadra, kijövök. Egy mondatot elmondok benne, kijövök, visszafog. Tehát nekem mindig ott kellett ülnöm az összes próbán. Úgyhogy az a nagyon rövid 4,5 hét, vagy 5 hét, nekem az egy évnek tűnt, hogy oké, akkor most várok. És én nagyon sokat vártam, míg a többiek ugye folyamatosan próbáltak, de nekem ott kellett lenni, és én az előadás alatt sem megyek ki a takarásból egy pillanatra sem. Hát hiába csak pillanataid voltak egyszer-egyszer, de azért hangsúlyos pillanatok voltak, és ismerve Telihai Selmeci párost, azért nem volt ez egyszerű. Hát nem volt egyszerű, és hát nagyon pörögni kellett. Nekem nem lehetett lekésni, tehát hogyha én lekéstem próbán, akkor bizony. Dia, gyere, várj, jaj, jövök, jövök, csak ittam egy korty vizet. Úgyhogy igen, és egyik kollégám, Sarádi Zsolt mesélte, hogy megnézte az előadást, és ült mellette egy házas pár, és a hölgy mondta a férjének, hogy Csámpás a színésznő. Nézd meg, Csámpás a színésznő. Én kitaláltam magamnak, hogy a karakter egy kicsit csámpás, de nem gondoltam volna, hogy tényleg annyira jól leszek csámpás, hogy a néző azt gondolja, hogy én magam is kicsit befelállnak a lábaim, de nem, normálisan. Úgyhogy, és itt volt a Facebookon is egy ilyen komment, hogy azt nem tudom, hogy a színésznő hogy nem esett el a saját lábaiban. Kigyakoroltam. No, hát gratulálok még egyszer. Köszönöm. És egy kis jövőkép. Ugye a Vörösmarty Színház jövő évi szezonjáról, programjáról nem beszélünk, viszont te azt mondtad, hogy kívánnék egy szerepet, idézlek téged, most érzem azt, hogy már szeretnék egy igazi főszerepet, mondjuk egy grúz vasnadzét a kaukázusi krétakörből. Ez igen. Engem érdekel. Hogy? Hogy miért is? Miért például grúse vasnadzét? Igen. Mert nekem a kaukázusi krétakör egyetem óta egy nagy történet, egy nagy szerelem, egy csodálatos zenével, és Zsótér Sándorral kezdtünk el annó ezen a szövegen dolgozni, hogy kell elmondani helyesen egy mondatot. Hol tartunk szünetet egy mondat közepén, egy gondolatban, hol szakítjuk meg, hol nem. Tehát, hogy mi ezt a beszédet, igazából ez volt az órák neve, hogy szöveg. Hogy hogyan foglalkozunk egy szöveggel, azt én a kaukázusi krétakörön tanultam meg, és láttam is azt az előadást, amiben egyébként Sarádi Zsolt volt, Szimon Csacsava, és játszottam is a kaukázusi krétakörben, Tatabányán, ahol Tóth Ildikó volt Grúse Vasnadze, és mindig is az volt bennem, hogy egyszer ezt az ívet, ezt a nagy szerepet, ezt a mindenen túl áradó érzelmi hullámra szeretnék egyszer felülni, és elutazni vele a világ végéig, és aztán vissza. No, hát akkor azt kívánom, hogy történjék így, és ezen felül pedig boldogságot neked, a párodnak, a családodnak, mindnyájatoknak, szép nyarat, és hát bízom benne, hogy ha elkezdődik az évad, akkor fogunk találkozni minél többször. Ebben biztos vagyok. Köszönöm, Dia. Én is köszönöm. Kedves nézőink, Kis Diana Magdolna volt a vendégem, aki a legjobb mellékszereplő díját vehette át a Ne Most Drágám című darab. A szerepéért köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.